megérte. Hát, örül az ember azért, hogy így van. Minden érkező kuncsaftja felköszöntötte pénteken Földi Bélát ebben a nyíregyházi fodrászszalomban. A hajművész 79. életévét töltötte be, amivel ő számít a legidősebbnek a szakmában a megyeszékhelyen, és ma is aktívan napi szinten dolgozik vendégei nagy örömére. Béla bácsi még tinédzserként Dombrádon kóstolt bele a fodrászatba. Édesapám kétszer elvitt az ottani Borbélyhoz, és biciklivel egy nagyon jó tanuló voltam, és azt mondta, fiam, te vékony pénzű vagy, nyáron hűvösbe leszel, télen melegbe, és hát kétszer megszöktem, aztán a végén csak ott maradtam, és amikor az első 10-20 fillér borravalót, akkor annyi borravalót adtak, kaptam, az hétvégén összejött annyi borravalóból 20 forint, hogy nagyon megkedveltem. Aztán, amikor felszabadultam, szakmunkás vizsgát tettem, jártam Kisvárdába, ipariskolába, 60-ban bekerültem Nyíregyházára, Fodrász Szövetkezethez, és azóta kitettek Sóstoron, mint fiatal hagyküszködjek, Sóston dolgoztam 66-ig, úgyhogy, és nagyon megszerettem a szakmát. Nem csak megszerette, kiválóan meg is tanulta. Már 17-18 évesen fodrász versenyekre járt, többszörös megyei bajnoknak mondhatja magát, és országos viadalokon is szerepelt. Elmesélte, volt alkalma borotválni 1963-ban Kádár Jánost, de országosan is ismert művészeknek is ő alakította frizuráját akkor, amikor a Szabolcsi megyeszékhelyen volt fellépésük. Azt mondja, több mint 6 évtizedes pályafutása alatt rengeteget változott a divat. A 60-as években az Elvis volt a divat, akkor az 63-64-ben a Beatlesek jöttek, aztán a 70-es években Soltészerző Balázs Pali dajárokat csináltam, váligérő dajáros hajak, és aztán utána aztán jöttek, hát jó magamnak is ilyen hajaim voltak, hogy ezek voltak a divat a 60-as években, úgyhogy hát rengeteget változott. Most inkább az énekesek, futballisták után példa rá a tetoválás se volt valamikor, most meg annyira mennek a közszereplők után, legy a fodrászatban, meg egyébben, hogy a felgépelt haj csík belevágva, vagy egyéb motivum, ma ezek a divatok. És hát mióta dolgozok, legalább 6-8 fajta frizura volt. A születésnapos fodrász azt mondja, a munka közbeni jókedvnek és humornak köszönhetően tudja 79 évesen is energikusan művelni szakmáját. Bár volt már olyan, hogy elgondolkodott a visszavonuláson, több évtizedes kuncsaftjai erre csak annyit mondtak, hogy akkor felkeresünk a lakásodban.